Tombóváron tényleg nagyon régóta létezik úszás. 1930-as évektől már létezett ez a sportolási forma, de hivatalosan és szakosztályi formában a versenyúszósport 1973 óta működik. 2003-ban, tehát tavaly ünnepelte a Dombóvári úszósport a fennállásának 50 éves jubilómi évfordulóját. Erről meg is emlékeztünk Gunarosban egy úszó találkozó és egy hazai házi úszóverseny keretében, ami nagyon jól sikerült. És szerencsére mindig elhivatott edzők és sok ügyes gyerek volt a dombóvári úszósport aktív részese. Így volt ez a kezdetektől, így volt ez az elmúlt évtizedeken át, mind a mai napig. És a dombóvári úszósport tényleg, mint tudjuk, Rózsa Norbert személyében olimpiai bajnokot is adott a magyar nemzetnek, illetve olimpikont is adott, utánpótlás válogatott versenyzőket adott, és rengeteg magyar bajnokot is adott. Az úszóink elsősorban utánpótláskorú versenyzők, akiknél még az a fejlődési tendencia nem teljesen egyértelmű, hogy mivé válhatnak. Bármint mondtam, vannak nagyon tehetséges úszóink, de ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen, ahhoz nagyon sok dologra szükség van. Ez egy nagyon összetett kérdés. És hogyha tehetségüket ki akarják bontakoztatni a későbbiekben, és tényleg komolyan veszik a versenysportot, és hivatásuknak tekintik, akkor van egy-két olyan versenyző, aki komoly szakemberek mellett, gondolok itt pszichológusra, dietetikusra, sportmasszőrre, olyan edzési lehetőségekre, olyan konditeremre, amely rendelkezésre áll. Valószínűleg ezek már nem dombóvári keretek között tudnak megvalósulni, de hogyha ezek mind összejönnek és a csillagzatok szerencsésen állnak, akkor talán még ez is bekövetkezhet. Nagyon magas színvonalú szakmai munka folyik. Első körben nyilván ez a legfontosabb feladatunk edzőknek és szakosztályvezetőknek. Ez jelenleg úgy néz ki a szakosztályunk, hogy 6 csoporttal dolgozunk, több mint 110 gyerekkel, és ebben 5 edző vesz részt ebben a munkában, illetve ezen kívül van még egy olyan segítők, illetve vezetői réteg, akik az adminisztratív és pályázati, illetve egyéb szervezési feladatokat ellátják. Ezen kívül, a szakmai munkán kívül igyekszünk az Egyesületben minél jobb környezetet, hangulatot és közösséget létrehozni. Ebből kifolyólag sok olyan programjaink vannak, amiket magunknak szervezünk tulajdonképpen. Ilyenek a családi napok, a házi versenyek, illetve az ünnepnapokon történő megemlékezések. Ezek azt gondolom, hogy nagyon fontosak, mert nem csak a szakma, amiért a gyerekek itt vannak, hiszen úszni már megtanultak, tudnak, és sokuk közülük már versenyző is, de azt gondolom, hogy ez csak akkor működhet jól, ha szakmai felkészítés mellett egy jó hangulatú, oldott közegben tudnak dolgozni. Szerencsésnek mondhatom magunkat, mert a szülők és a város egyaránt támogatnak bennünket a munkánkban, nyilván lehetőségeikhez mérten. A szülőkkel általában viszonylag jó a kapcsolatunk. Nyilván ők a szakmai munkába nem igazán folyhatnak bele. Ebből azért néha van egy kis félreértés, de azt gondolom, hogy jól működik a kapcsolat. A város pedig támogatásáról mindig is biztosított minket. Tavaly egy 50 éves jubileum, illetve 50 éves a dombóvári úszás címmel egy közös programot szerveztünk a várossal, Gunaras gyógyfürdőben, ahol sokan megjelentek, és azt gondolom, hogy egy jó hangulatú napot tölthettünk. Én nem szeretek terveket szövegetni, főleg amik az eredményekkel kapcsolatban hangoznak el. Pláne az tekintetben, hogy nagyon-nagyon magasra tettük már az elmúlt években a lécet, és mindig azt beszéljük így a kollégákkal, hogy ha csak tartjuk, már elégedettek leszünk, és még azóta is túlszárnyaltuk ezeket az eredményeket, úgyhogy
Úgyhogy azt gondolom, hogy ha most tényleg azt mondom, ha ezt tudjuk tartani, főleg húzamosabban jövőre nézve, akkor abszolút elégedettek lehetünk. Rengeteg országos bajnokunk lett, illetve azt gondolom, hogy az elmúlt évek legsikeresebb eredményeihez tartozik, hogy most már korosztályos bajnoki csúcstartónk is van, aki nem egy számban tartja a korosztályos csúcsot, illetve nagyon sok olyan úszót látok, akiben benne van ez a potenciál a jövőben, vagy esetleg benne lehet. Tulajdonképpen itt a mi munkánk, ez egy folyamat. Mindig vannak kimagasló eredmények, és mindig lesznek. Én a kisebb korosztályokban dolgozom, és látom, hogy kik azok, akikből esetleg később nem csak hogy versenyúszó, de esetleg olyan szintű versenyúszó is lehet, aki országos bajnokságot is nyerhet, vagy legalább ott lehet a legjobbak között. És azt gondolom, hogy ez a lényeg. Nagyon régi épület, 50 éves maga az épület is, amiben az edzések zajlanak. Egy négypályás, 25 méteres medencéről beszélünk, ahol sok-sok csoportnak kell egy nap folyamán együtt dolgozni, illetve nem is együtt, hanem egymás után váltakozva dolgozni. Illetve ahol jelenleg vagyunk, a nagyoknak már a szárazföldi kondi edzés is nagyon fontos tevékenységi köre, és hát valóban nem a legkifogástalanabbak ezek a körülmények. Viszont valóban a városvezetés egy sportkomplexumra adta be pályázatát, illetve támogatási igényét. Ezzel kapcsolatban ugye engedélyeztetési tervek készültek, kiviteli tervek készültek, de sajnos közben jött a Covid időszak, illetve a háborús időszak, és mint tudjuk, az Európai Uniós források úgymond leálltak, illetve csak csordogálnak, így rengeteg ilyen magyar projekt, köztük ez is, várakozó állásponton van, nem lett leállítva, de várakozó állásponton van. Én úgy gondolom, hogy mihelyest forráshoz jut az önkormányzat, ki lehet írni a közbeszerzést, és akkor valóban megkezdődhet egy építkezés, ami körülbelül 2 évet vesz igénybe. Valóban nagy szabású, több milliárd forint értékű beruházásról van szó, amely egy 6 pályás 25 méteres úszoda mellett egy nagyon fontos tanmedencét is tartalmazna, illetve kosárlabdapályát, lelátóval, lőteret, illetve sportlövőknek is biztosítana területet, a hozzátartozó, kiszolgáló helyiségekkel természetesen. Nagyon várjuk, hogy ez a pillanat egyszer tényleg bekövetkezzen, és a dombóvári úszás jövőjét szolgálja. Nagy büszkeséggel tölthet el minket, hogy a képviselőtestület érdemesnek tartotta a szakosztályt erre az elismerésre. Bizonyára motiváló edzőknek, gyerekeknek egyaránt. Szerencsére sok-sok díjazottunk, kitüntetettünk van már az úszósport berkein belül, mint úszó. És hát azt hiszem, hogy most az Egyesület, a szakosztály is részesül egy ilyen elismerésben, ami a közösség erejét is jelzi. Ez azt hiszem, hogy az egyik legfényesebben csillogó pont lehet az Egyesület életében, úgyhogy ezúton is köszönjük.